A lakáspiacon nem állt meg az élet, de alapvető változásokra lehet számítani a koronavírus járvány miatt, ezt mondta híradónknak a megkérdezett szakértő. Az ingatlan.com adatai szerint a kereslet csökken, a kínálat azonban bővült. Az árak pedig változhatnak a járványhelyzet miatt. Jelentős áresés a teljes piacon nem várható, ugyanakkor a korábbi évekhez képest sokkal gyakoribbá válhatnak az alkalmi vételek. Nem kötném ezt az ingatlanoknak a tulajdonságához, hogy most csökkenni fog, vagy növekedni fog ebben az időszakban az ára. Ezt legtöbb esetben talán a tulajdonos dönti el. Az ingatlan szakértő azt az adatbázist mutatja, ahol az ingatlan árak változását követik. A szakértő szerint a piacon nem állt meg az élet, a koronavírus járvány miatt azonban alapvető változásokra kell számítani. Előtérbe helyeződtek a komoly célokkal rendelkező ingatlanvevők és vásárlók. Vannak ügyfelek és tulajdonosok, akik úgy gondolják, hogy megpróbálják kivárni ezt a krízis helyzetet és utána lépni ingatlan ügyben. Az ingatlan.com adatai szerint a kereslet az elmúlt hetekben visszaesett, de a kínálat bővült. A szakértők szerint jelentősebb árleszállítás nem várható a piacon, ugyanakkor gyakoribbá válhatnak az alkalmi vételek. A márciusban bevezetett törlesztési moratórium, vagyis a hitelek törlesztésének befagyasztása pedig mentővet jelenthet azoknak a családoknak és cégeknek, amelyek átmeneti, fizetési problémával küzdenek. Ugye ezzel nem élnie kell, hanem ez automatikusan jár neki, csak ha nem kéri a hiteltörlesztésének a felfüggesztését, akkor van teendője, hogyha teheti, tegye meg, nem tudjuk, meddig tart ez a járvány, és hogyha nem hiányzik ebből a családi kasszából ez az összeg, akkor tegye félre, mert nem tudni, hogy későbbiekben nem lesz rá nagyobb szükség. A szakértő szerint az ingatlanpiaci visszaesés csak átmeneti lesz, a veszélyhelyzet megszűnése után pedig a piac gyorsan magához tér majd.